Beköszönés! Jó reggel, Vietnám! Üdv a csatornán! Keeper jelentkezik a következő csodálatos farming szimulátor 19 milliárd euró kihívásos videósorozat 31. részével. Körülbelül szombat délre tervezem ezt a videót, szóval talán valami ilyesmi van. Remélem, hogy sikerült minden, szóval nem jött a technika ördöge, nem vágott közbe. Ugye nyomjuk neki az aratást 1000-rel, megpróbálunk összeszedni annyi pénzmagot, hogy mi meg tudjuk venni azokat a földeket, ahol gyakorlatilag ott igazából nem mást, mint ugye a szarvas marha tartásnak a... Hogy mondjam ezt? Az infrastruktúra, nem az infrastruktúráját, hanem az alapját, az alapanyagokat ott fogjuk megtermelni, ami szükséges a szarvas marha tenyésztéshez, és ugye azt mindenképpen még akkor kell megcsinálnom, míg nincsenek szarvasmarhák. Szóval bunkersiló megtöltés, meg hasonló egyebek egyébként. Azon is gondolkoztam egyébként, írtátok, hogy csináljam azt, hogy ne szarvasmarhát tartsak, hanem egyszerűen adjam el a izét, adjam el a szilást majd, mert rettenetesen jó árban van, majd mindjárt hánézek egyébként, hogy ez mennyire van jó árban. Lári. Na, vigyük el, visszük, megyek is aztán. 11 ezer liter, megint, nézzük mennyi, nem, ez nem remélem nem változik az ára, hogy így foly, ordom be a bab. 2522 gyerekek, annyira nem rossz. Nem, hogy volt a nézők Csernobyl sorozatban? Nem jó, de nem is tragikus, mi? Lul. Jó, csinálja szépen egyébként. Imádom. Jó van, úgy látom, hogy minden flottul működik. Remélem, hogy az üzemanyagokra nem figyeltem, remélem azzal sincsen probléma. Próbáljuk meg összeszedni annyi zsetont, hogy tudjuk megvenni az egyébként ez rettenetesen túlárazott az utolsó föld, csak az igazából az lenne jó, hogyha egyben lenne nekem az egész. Ugye minél nagyobb föld legyen az enyém. Ugye az első három már az enyém, az utolsó ilyen 140 ezerbe kerül. Annyiba kerül, mint az első három majdnem. Hát azért nem, de túlárazott minden állat. Gyerekek! Ezek a tuskók, ezek néha belső részedben sokkal jobban tudsz venni, mert legalább valamennyire figyelsz a dolgokra. Igen, srácok, ez megy. Előző részet, aki nem látta ugye a reggelit, abban az történt, hogy gyakorlatilag megvan 10 darab tyúkolunk. Hát nem tele van tyúka, hanem gyakorlatilag úgy van megoldva, hogy legyen benne tyúka, és akkor majd fel fog telleni. 400 tyúkkal indítjuk minden tyúkolunkat. Van olyan, amelyik már ugye tele van, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy a földvásárlásban is nagyon belevágott a kípő. Egyébként van nekünk egy földünk fent, ugye? De meg is nézzük majd, hogy mi van, meg mi nincs, mert mi kiürítjük ezt, jó? Nézzük már erre a felső, ez a 26-os föld az enyém, ugye? Ezek az enyémek, ez az enyém, meg a 26-os, mennyibe fájom a 26-os? Hát 10 000-be, abból nem fogunk meggazdagodni, gyerekek. Egyébként nem értem. Nem értem, ez 90 ezer, ez meg 149 ezer, ez a föld, érted? Hogy a francba? 37 ezerünk, mert hát bízok benne, hogy össze fog jönni annyi az aratásból. Igen! Igen, nem biztos. De azért, ugye kapkodnunk kellene magunkat, nehogy az történjen, hogy közben learatják azt a földet, mert az lenne benne a pláne, hogy úgy vesszük meg, hogy van rajta, ugye árpa van rá vedve, amire pont szüksége lenne a keepernek, lenne plusz szalmánk is, ugye nagyon közel van az eladóhelyhez, szóval tök jó lenne nekünk ez. Csak nagyon félek attól, hogy ezt le fogják aratni. Ugye azt már nem fogják learatni, ezt a hármat, ami az enyém, de van olyan, amelyiket learathatják. Elmegyünk a legtávolabbi kombájhoz. Hát gyerekek, szerintem én még belelátom ebbe, hogy ezt fogjuk rászedni a pénzt. Azért extrém, nem? Hogy gyakorlatilag ilyen iszonyat gyors haladást el lehet most már érni. Nagyon, nekem én így bírom, élem nagyon, most végre nem, hogy porzik te Isten, tök jól néz ki, de jó. Megjöttem testvérem, ennyi az élet, zárul förli pálya, most már sírba térek. La 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 la
Lolo. Oh yeah. Milyen köd van? Ilyenkor reggel mindig ilyen körös az idő. Ajjajjajjaj. Nyisd a kombány, nyisd a kombány, nyisd a kombány szerkezetet. Hordom, mint az őrült gyerekek, hordom. Jó, az ifával hordom, mert közel van, meg igazából bőven kiszolgálom így is a kombánynak, a teljesen fölösleges lenne a nagy géppel hordanak. Mert tényleg, amit látjátok, meg se állunk, meg a kombányok se állnak meg. Bőven el tudom így látni a feladatomat. Jó. 10 darab tyúkol termeli a tojást. A keeper lesz a tojás király. Tojás király, ez egy ilyen izének. Egy ilyen, kicsit ilyen felnőtt filmes szereplőnek, színésznek lenne elképzelhető egy ilyen név. A tojás király, gyerekek. Tojás királynak hívták a háta mögött. Az új fiút ki új lakra költözött. Jó van, azt mondjátok, egoista vagyok. Tojás királynak hívták a háta mögött. Az új fiút ki a telepre költözött. Nem tudom, hogy van tovább. Pedig cool lenne szerintem ez a dolog. Na, szituáció van. Igen, át fogom rakni a Demon Hillnak üzenem, mert biztos, hogy gondolja, hogy miért nem rakom át azt a tárolót, azt a mixert, ugye beszéltünk vele, vagyis írt a kommentbe, és adott egy jó ötletet, hogy hozzom ki a munkásiló elejjeig, és akkor már is könnyebb lenne ugye a munkásilóba áthordani a szilást belé, a keverőbe, meg még ráadásul. Hú, az eszembe jutott valami. El ne felejtsem, szóljatok körülbelül, amikor végzek ezzel a mondattal, hogy trágya. Na, ugye előbbre kellene hozni, meg akkor ugye sokkal könnyebb lenne beleönteni a cuccot is. Na, még azt akartam mondani, hogy meg kell nézni, hogy van-e eladóhely trágyára, mert szerintem a marhák annyit fognak szarni, hogy 2 méter mélyen az egész map előbb-utóbb trágyába fog állni. Lol. Úgyhogy meg is nézem, hogy egyáltalán veszik-e meg, mennyire veszik-e meg, hogy én veszik-e. Júj, ne! Nincsen! Nem tud eladni. Ecsém. Az nem jó. Az nem jó, gyerekek. És ezt nem veszik? Baze. Jó, gyerekek, hát vannak itt problémák. Jaj. Na mindegy. Akkor igazából... Attól félek, megmondom őszintén, hogy én annyi szarvas marha ólat tervezek, meg olyan nagy mennyiségű szarvas marha mennyiséget, majd ilyen hatalmas 250 férőhelyes, vagy 600 férőhelyes, nem ól, hanem tudom, mizének nevezik. Minek? Nem pajta, kis tálónak nevezik. Hogy attól félek, hogy azok annyit fognak szarni gyerekek, hogy itt izé. Meg fogunk fulladni, amire 1 milliárd euró lesz. Le kell burogatnom valahol a föld végébe, vagy valahova. Hát vazza, mi lesz akkor? Mi lesz akkor nem tudom elordani annyit. Hát itt minden izé lesz. 2 méteres szarba, vagy hogy lesz ez? A másik távolabbi helyre megyünk. Nem is baj egyébként, egy kicsit lassítottam. Nagyon gyorsan hordom. Nézzük meg a földeket, hogy még mindig izé van. Még mindig, de jó lenne gyerekek, de jó lenne. De jó lenne. Egyébként valószínű, hogy jó gyomos, meg minden baj van azoknak a földeknek, de... Uha, itt meg idő van, mindjárt karambol. Karambolozzuk a kettő kombány, meg jó, hogy jöttem, ha? Megakadályozom. Álljatok meg, Sanyi! Na, mit művelsz? Gyerekek, hát azért ennél jobb időzítés nem lehet, hallod? Ennél jobb időzítés nem lehet. Az a baj, hogy ránk jön. Ez egy kicsit idegesítő. Menjél? Oké, akkor menj el innen egy. Jó, az a kettő végez, át fogom rakni őket odébb. Én bízom benne, hogy meg lesz annyi pénz, hogy meg tudjuk venni az utolsót is.
Ja, nem tudom, hova fogom rakni azt a sok szart. Mi a szart csinálok annyi szarra a gyerekek? Egyébként van ilyen partist mód, nekem benne is van. Ami még arra jó, hogy el tudod takarítani bármit. Hogyha leöntesz valamit a mapra, és azt mindenképp kukázni akarod, ugye. Másik mapokon lát, volt olyan map, nem tudom, a kaukázus mapon volt még 15-ben is, hogy volt olyan, hogy szemét. Tehát oda, oda öntöttél valamit, ilyen szemét dob, akkor az eltűnt. Az azért volt jó, mert hogyha voltak ilyen hülyeségek, amik neked nem kellettek, meg ilyen, mit tudom én, olyan termény, meg akár, nem igazából bármi is. Jó, hát ez meg elkezd világ végére tovatni érve. Hallod? Megállta? Akkor ugye azt ki tudtad dobni, és ebbe a 19-ben nekem meg egy olyan modom van. Mármint nem csak nekem, hanem mindenkinek, lehet, hogy olyan modja, hogy ilyen fatfish, és az arra jó, hogy gyakorlatilag ki is tudod takarítani vele az istálókat, ki végkel partfisholnod, és akkor annyi, hogy elveszik a trágya, de nem kell azzal vinkódnod, hogy kihordod, érted? Igaz, hogy kézzel végkel partfisholnod, de legalább nem az van, hogy ide, hogy hogyha már nagyon nagy mennyiségű trágyád van, és úgy gondolod, hogy úgyse tudod adni, meg nem tudsz vele mit csinálni, akkor fogod aztán ide, hogy beáldozod, egy eldobod, érted konkrétan. Kukázod. Én még mindig bízok benne, hogy egyébként talán elhozhatnám a másik kombányt is, a másik végre elhozzuk. Az a baj, már az olyan kicsinek tűnik ez a rész, de mondjuk lehet, hogy el kéne hozni. Hozzuk már, nem? Szóval menjen még az is. Hogy összeérnek, összeakadnak, akkor majd a Keeper intézi a dolgokat. Ja, ma nincsen sorskártya, ugye azért visszafizettük az adósságunkat, lazán visszafizettük. Hát ilyen két rész alatt ugye 666, és az megállt az a kombány, öcsém. De várj! Miért? Why? Miért álltam? Nem állt meg, csak úgy látszott, azt hittem megállt. Visszafizettük, ja, 666 ezeret, meg ebbe a részbe szerintem összesen több mint 1 milliót kerestünk ebbe a két részbe, ami azért elég cuki. Cuki, ugye így az aratással együtt. Ugye megvettük a földeket. Most egy picit lelassult a folyamat. Ja, ugye megvettük a földeket, a az is mennyibe került? Nézzük rá. Most az nagyon érdekel, hogy várj, 666-ot kerestünk, plusz megvettük a földeket, amire igazából nem is nagyon volt pénzünk. Ez volt 65 ezer, ez 37 ezer, az 100 ezer, és egy olyan 200 ezerért vettünk földet már. Meg szerintem meg fogjuk tudni az utolsót, amelyik megint 150 ezer, tehát akkor 350 ezerért vettünk földeket, meg kerestünk vagy 660 ezeret, ja, olyan 1 milliót kerestünk egy konkrétan 2 óra alatt. Azért, hogy baráti lesz ez, baráti. Okay. Mindjárt ürítetem ezt, mert ez van legtovább egyébként. Jó, csinálják. Miért ne indítanám el a kombájnokat, nem? Ha egyszer már itt vannak. Csak most már elég nyögvenyelősen jön a szem, jöhetne gyorsabban is. Nem tudom, honnan fogok leakasztani pénzt. Figyeljetek, akkor azt csináljuk, hogy a zabot nekiálljuk arattatni valamelyikkel. És akkor azt is meg tudnánk csinálni, hogy azt is eladjuk, ugye. Most 77%-on van, megállóban van 16%, amellé állok, és akkor söprünk, adjuk el, jó? Akkor megint lesz ugye mennyink? Olyan 25 ezrünk. Mennyi pénzünk van? 58-60 ezer. Akkor lesz olyan 85 ezrünk. Hát nem tudom, hogy pont összejön, vagy pont éppen nem. Én most ez ilyen elég dilemmás. Meg az a baj, hogy elköltöm az összes pénzemet, akkor lesz baj. Ugye? Majd meglátjuk. De viszont megvenném azokat a földeket, akkor nem lenne rá gond. Vennénk egy nagy kaszát. Rencsodrót, minden csuda dolgot, aztán mindjárt megoldodna a helyzet. Ez még viszont sajnos ennyi van. 11 ezer liter.
Én úgy érzem, hogy ebből még benne van gyerekek az utolsó föld. Tök jó. És amint ugye megvettük a tehén istállókat, onnan ezt a betonplacot visszaalakítjuk ilyen kis domborzatosra, csak egyelőre azért van ugye elsimítva, hogy a keeper mindenféle módosítás nélkül le tudja rakni szépen az istállókat. De ezt nem bírom többször elmondani, mert nagyon sokszor elmondtam már, mert sokan írjátok, hogy nem tetszik, de ez addig lesz, fel kellett húznom síkba, szépen, utána le lesz gömbölyítve, azt is veszed, hogy nem a területhez tartozik. Higgyétek, megígérem, be lesz fűje, bevetem fűje, küldetek rá a fát, minden csodálatos, egy igazi, szuper jó telep lesz. Úgy. Na. Na most mi van? Az, ugye, nem akarta üríteni arra. Ja, fűjjel fűjje nyomatni. És igazából akkor a kaszálást azt mindig akkor csinálod, amikor akarod, ugye a fű az nincs az, hogy itt bármit szórakozzál vele, beérik, akkor ne kaszálsz egy kicsit belőle, Isten áldjon, utána meg lelent, igazából várjál, ezt úgy kell, szénát azt hogy kell? Azt úgy kell, hogy nagyon, bocs, ha csináltam is, ezt megjött el régen, azt úgy kell, hogy van ilyen szénaforgató, ugye? És akkor ez belőle széna, és ha összeszedül, akkor már széna, ugye? Csak annyit kell vele csinálni, lekaszálod, szénaforgató, széna. Kész, ennyi. Úgy emlékszem, hogy ez volt. Valami ilyesmi volt, ha jól emlékszem. Jó, meg kéne pihenni egy kicsit. Egyébként akkor ennyi erővel most már, hogyha van egy kicsi annyi időnk, akkor csinálhatnám azt, hogy itt vannak ezek a ládák, azokat szétrakhatnám, mert közben meg tojnak a tikok, aztán ide. Szóval szét van neki. Csak az a baj, egyébként, ha ezt oda berakom, hogy, elmondom nektek, kacok, hogy marha sokat kell gyalogolni, úgyhogy ide izé kellett volna, a póttal úgy kellett volna lerakni, hogy tovább kellett volna húznom. Sőt, ugye okos bele tudod rakni ugye a póttal, hogy minden egyibe csak. Hát most egyelőre egyet rakjunk. Úristen, nagyon messze van, bassza! És középre raktam. Úristen, ezt mindenképpen van, értelmesen kell megcsinálni. Egy megvadúz. Ezt nem tudod elordani. Csak megint bebagol, akkor megvadulok. Akkor én fogok vadulni. Ja, hát ezt gameplayen kívül gondoltam, meg mindenképp úgy is csinálja a keeper, csak hát most van egy kis szabadidőm, akkor itt elolgozgatok. Valamit csináljak is, nem? Csak itt fuvarozok. Ilyen ETS. ETS 2. Ilyen Euro Truck Simulator, vagy ilyen... nem... Alsószeg. Alsószeg Truck Simulator csapatok itt, gyerekek. Megmondjátok, hogy micsoda dolog ez. Meg kell hozni még raklapot, szóval... 10... helyre szerintem egy 30 raklap legyen, raklap, igen, és akkor 3 minden olba, és akkor konkrétan mindenképpen felfér egy kocsira, ugye? Szerintem az úgy frankó lenne. Ja, ide már hoztam, akkor a legutolsóhoz? Na jó. És tök jó, mert ilyen izés raklap, ugye ilyen újra hasznosítható, és emiatt nem történik vele semmi rossz, tehát így nem tűnik el. Ubbazett gyerekek, közben meg hülye vagyok. Közben meg kéne vinni, mert meg fognak mókodni. A megállnak baja van, úgy érzem. Iha. Testvérem, jó, nyomja neki mind a süket a kekszet, oda nézzé. Jó, aratás meg ott. Most egyébként megnézzük, hogy mennyi fog lejönni azokról a földekről árpa. És hogyha elég nagy mennyiségű lejön, akkor mindenképpen abba gondolkodok, hogy mehet még egy szójabb ide. Mert akkor ugye a tyúkoknak lenne annyi kajája, de azt majd mindjárt, azt akkor tudom megmondani. Hát az egybe úgyse tudná lehúzni, csinálja csak. Kellene viszont nekem ifáznom ezerre. Ezek meg tolatgatnak, mindent csinálnak, oda nézzetek.
Jó, megállva van legkevesebb. Gyere barátom, gyere barátom. Sőt, ezt a csávót, ezt át is kéne raknom nekem ide, mert itt csak össze fog menni a megállóval, annyi történik. És ez nekünk nem jó. Itt meg ugye még van bőven neki munka. És így mindjárt hatékonyabbak leszünk, mert nem kell kétszer átraknod, hanem csak egyszer. Ugye? Mennyire király? Nya. Beugrottunk. Farming szimulátor csodás dolog. A keeper olyan, mint a nyomodás. Jaj. Íj, mennyi aratás lesz, pazar, azokat a földeket is le kellám csettintenem. Jó, majd igen, adjad már neki a magot, adjad már. Így még a izébe is megy, a kabinba is engedi. 5-4-3-2-1-0. Gyorsan ezt. Hát lehet, hogy nem lesz meg a rápénz, gyerekek, az utolsó földre, az bánós lesz. Nem tudom, nem baj. Így is, gyerekek, 85 ezerben vagyunk, és vettük egy csomó földet. Háromat. Nagyon gyorsan, gyorsan, gyorsan. 59, 50, 47, 40, 40, 34. Tolatni fogsz, hogy mit csinálsz? Jaj, de jó, hogy megállta egy pillanatra. Köszönöm szépen, Dezső. Dezső barátom, az meg fordul. Mennyi, hány százalékon van? 18-on. 1400 liter, tudjátok, mert lehet, hogy elviszem, bazen, komolyan mondom. De nem. Ó, de lassú. Ó, de lassú fordul. Nem akarok belepiszkálni, mert már agyfújkövet kapok ezektől a csávoktól. Na, indul meg. Végre megtörtént. 10 ezer liter, ez a könnyű számolni, 25 ezer pénz. Akkor fölmegyünk bele 110 ezerre. Így gyerekek! Nagyon-nagyon-nagyon necces, de meg fogjuk venni az utolsó földet is. És le fogjuk tudni aratni ezt az egész hatalmas placot. Ugye mondom nektek, ez nem olyan kicsi, ám figyeld már, ez az összes. Főleg, hogyha össze lesz szánva. És pont az nagyon jó, hogy ugye szemben van a telepemmel. Nekem azt tetszik benne, hogy kimész a telepről, egyből érted ott vagy. És ez baró jó. Gyerekek, ilyen izé, úgy megyek, mint a Forma 1-es kocsi. Figyelj, kibehúzom középre, utána kiengedem. Utána átmegyünk megint ide, utána behúzom középre, utána megint kiengedem. És akkor utána megint középre. Külső év, belső év, külső év, belső év. De jó, ide föl lehet kapatni. Nem szándékos volt, de föl lehet. Oké. Okay. 110 ezer körül fölmászunk. És még szerintem meg lesz, meg fog történni az esemény. És akkor figyeljetek, már rakhatom is általában a kombájnokat oda. Az egyiket nyére kikére üríteni, és rakhatnám át zabra. Még sose arattam zabot. 110 ezer. Még kell, hogy 30 ezer, az kettő kocsival való, az meg is lesz bőven. Srácok, bazer. A tiszta burzsolyok, tiszta idejék mészáros lőrincek leszünk, gyerekek. Régebben nem nagyobbat ugrattunk itt ezen a... idején, ezen a részen. A vasutat kell lőni. Na nézzük, mi a szituáció, ugye klaszt át is dobhatnám oda. Bazer, ez sikerült. Én betettem ide mi. A klassz pont végzett, elhozom, kiürítem. Üzemanyag van, meg kellene javítani bazza a klasszt. Nagyon le van amortizálódva. Jaj. Elmegyünk, megjavítjuk, addig közben szerintem még le is tudnak ezek aratni. Mit csinálnak? Aratnak ezek? Olyan lassan megy, nem látod. Figyelj, milyen lassan megy, te Jézus Isten. Ja, elmegyünk, megjavítjuk. Elviszem zabot hegyezni, ugye az már az én földem. És a zabot is el tudnánk adni, de annak gondolom nem valami hatalmas áraban. Szenzációs áron. Mindjárt megjavítom, ide lejöttem. Sajnos ez eddig tartott, ugye hogyha...
Az IFA már rajt tartottuk volna, akkor nem lett volna ilyen problém. Csak nem tartottuk rajt ezt a hülyét. Még ennek ott kellene lennie. Na mi van ma? Ki jön belőle? Ja. M. Javítás. Oké. M. Nem ezt. M. Nem ezt. M. Na mi van ma? Hát... Ó, te fiú! Az ezt a rohadt vágóasztalt akarnám. De még így is a gépet érzékel. Így is. Még mindig így is az a gépet érzékeli. Ott a fiú, te hallod? Komolyan mondom. Javítás! Javítás! Oké, okay, gyerekek, mehetünk. Le kell üríteni, útba ejtjük ugye a zifát. Az ifánk az meg, merre van? Hol az ifa? Ott van, jó, oké. Okay. Azt útba ejtjük és átrakjuk zabolni a kicsikét. Ebből már valószínű nem fog meglenni, mert igazából nem lesz. Nem lesz ez két kordéra való, pedig nekünk két kordéra való kellene. Hát az abból, hogyha mázdig van, akkor meg lesz, srácok. Úgyhogy abba gondolkodik a keeper. Nem tudom, hogy mekkora hozama van az abnak, nem tudom, mennyiért tudjuk eladni az abot, szóval... Valahogy messze kéne akarni ezt a lovét. Na, menjünk a klassza. Megyünk zabot aratni. Tud ez zabot aratni? Biztos, hát az ab is ugye ugyanilyen... ilyen szemes, kalászos cucc. Ja, tehát mondjuk ezen sok minden nem lesz, úgy érzem. Neki is kezd a keeper önmagától. Zob. Hát... Nem tudom, mekkora hozamnak számít, ez nem tűnik valami nagyon soknak. Hát a gyerekek, ebben nem sok minden jön le. Ezt tudom, rendezett szarszórásra? Nem, ezt mindenképpen... Ez bukja a képőt? Ne, ezt tudjuk. Jó. Így szóval, 1000 liter mindjárt jön, mert Jézus, hát ezzel nem fogunk elni, bucsuk a gyerekek. Mellette meg ugye, hát az a baj, hogy valószínűleg, hogy gyomos, várjál. Megvan ez idejével. Megtrágyázott, gyomos nincs rá, viszont megvan trágyázva. Az árpánk meg ráadásul még ide is. Gyomos is, meg gondolom megtrágyázva sincs, szóval itt vannak bajok. De jó, nem ezzel fogunk meggazdagodni, gyerekek. Viszont kaszálónak ideális lesz ez a hatalmas nagy földterület, amelyik ugye itt szembe lesz. Vagy esetleg ugye kukoricát szecskázni. Ennek tök jó lesz, gyerekek. 10 darab csirke, uram is, te mindig meglátom, akkor majd megvadulok. Az a kettő kombány abban a pillanatban megy egymásnak, hogy még elférnek. És én még elfértek, hallod? Akkor még azért van ott anyag. Hú, gyerekek, nagyon izé van ilyen versenyfutás, nem az idővel, hanem a pénzzel. Agyalok, hogy ezt lehet, hogy... Hát nem, figyelj, nem... Megcsinálom én magam, mert... Ha belegondoltok, a másik gép, kettő gép hadd csinálja. Bőven belefér ugye, hogyha 100%-ig van mind a kettő, akkor is belefér az ifába. Ezt meg ugye akkor meg tudom csinálni okosba. Ja, az ablak is van szalvája, jó, oké. Egyébként a szalvát is ugye el tudom adni. Meg a mellettünk néven ugye elkezdne maradni, oké, hogy a... az árpát azt nem adnám, de a szalmát azt ugye el tudom adni, szóval... azzal meg tudnék keresni a kis lóvét. Befejezte az egyik a munkát. A másik is valószínűleg, hogy meg fogja ezt tenni. Hát, hogy rá is nézek. Figyelj, akkor mennyi testvérem te. És akkor nézzük meg, mi történik itt. Hát akkor konkrétan mind a kettő befejezte a munkát, én úgy látom. Ugye? Ez is akkor mehet is le a földről. Teljesen fölösleges, hogy itt van. Nem megyünk, érintjük ezzel is.
az ifát, és akkor ővel elkezdjük aratni a mellette lévő földeket, és valahogy össze kellene kubikolnunk gyerekek az utolsó földre valót. Valahogy össze kéne kubikolni. Hol van a másik? Ó, és a másik az meg ott van. Jaj, de jó, tök jó. Egyébként jó, 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 egész jól időzítettünk, minden szuper. Arra kell figyelni, hogy a legnagyobb számú földünk az mindig egy olyan lesz, legyen, ami ugye feláldozható. Mert ugye tudjuk bukni. Ifa bifa. Megint játszunk nem olyan lány vagyok ott. Hoppá, itt van valami kriptonit tábla. Nem is vettem észre, élére volt. Az alsó világ tábla. Oké, nem olyan lány vagyok. Jön a haver. Vrr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 
És konkrétan akkor nincs is több időnk, ugye? Nincs is több szóján, ha jól értelmezem. Hát ennyi az összes, ebből nem kell megvenni. Ez a gond, látjátok? Itt van a probléma. Hogy valamit ki kell találnunk itt, vagy hogy a francba fogjuk megvenni azt a földet. Az utolsót. Lehet, hogy azt el kellene engednünk, és akkor legalább lenne egy kis tőkénk. Nem tudom, jó lenne tudni, hogy mit gondoltok ti. Ja, hát ezt nem arra terveztem, hogy az a hídon így megyünk föl. Ja, nem tudom, srácok, hogy ez hogy lenne jó. De valamit, mert mindjárt kitalálok így, mert hát ebből a 8000-ből egy olyan 20000 összejön, a 130000. És nem is tudom pontosan mennyi, 140, valahány ezer volt? Jó lenne azt, várjátok, van szalmánk, és abból tudnék is eladni. Pohol, meg lesz mindenképpen, mert ugye még nem, nincs szükség a szalmára, és ugye gyakorlatilag tudok is betervelni annyit, amennyit akarok még bőven. Van 500000 szalmánk. Ó, gyerekek, na. Meg kéne nézni, a silókban nincsen valami bármi elraktározva, mert előfordulám, hogy a keeper így ott felejt valamit. Már aztán szerintem minden fúj benne a szél, gyerekek, az egerek éhen voltak benne. Megnézzük először a sílókat, hogy valami nem maradt. Sílóban van 1132 búza. Aztán semmi más. De van viszont 500000. Már a gyerekek, nézzük meg a földeket, pontosan földek. 149000. Fajlok rá! Hajlok rá, hogy adjunk el szalmát, mert igazából úgyis most lesz egy csomó szalma azon a földön. Meg lenne az a szalma mennyiség, vissza tudom hordani, de ugye addig meg tudnánk aratni azokat a földeket, de a szalmát visszakapnánk, el tudnánk adni a zabot, el tudjuk adni a szalmát, a pénzünk vissza is jön. És igazából 19000-et kellene összekapnunk, és meg lenne a föld, de abból ugye megint a szalmából tudunk pénzt csinálni. Úgyhogy ez mindjárt meg is fog történni gyerekek szerintem. Ez a kombány az jó lenne végezni, mert akkor a zabot le tudnám tőle szedni. Egy nagyon jó, tökéletes, és akkor ugye át tudom rakni a mellette lévőre, már árpázni. Ami majd a tyúkoknak megy eleségnek, a szalma meg mehet be a silóba vagy eladásra. És annyira még nincsen, nem vagyunk beleborodulva, hogy nekünk olyan sok szalmánk legyen, lesz még bőven. Gyerekek, ennyi volt, de ez nem olyan rossz. Az a baj, hogy képtelenek leállni. De leállt? Beszólsz nekem, de leállt. Oké, hát akkor figyelj, rakom magunk mellé. Ez egy jóval nagyobb föld már. Azért nem is kicsi. Jó. Lehúzom a szélét. Ezt oda-vissza megindítom. Aztán hadd csinálj, árpa lesz, ugye? Rendezett szárszórás. Azt nem tudom, hogyha én ezt így indítanám el, figyeld, akkor átmegy azon a kis rövid sávon, vagy a szűk sávon, átmegy a szomszéd földre. Az lenne jó, nem állna meg. Mert ugye az is az enyém. Nem, nagyon sajnos megáll. Pedig jó lett volna, megpróbáljuk azt, hogy menjen így akkor. Talán nem nagyon fog belebonyolódni. Ugye, hogyha össze lesz szánva, akkor majd nem lesz ilyen probléma. Jó.
Megnézem, hogy az ab az mennyibe megy. Milyen ikonja van az abnak? Valószínűleg ő az ab, ugye? 19 keleti gabonára van átver. Ez meg az pont itt van mögöttünk valahol? Nem, hogy hol van az? Az fönn a faluba. 1900, mennyi van nekünk? Meg kéne nézzünk az ifát. 4000, az nem olyan rossz. Egész jó vagy az ab. És most ugye ellen nem pörgetek az időbe semmilyen körülmények között, hogy azt a földet úgy tudjam megvenni, hogy rajta van a termés. Jó, ezt elviszem azt az abot, figyeljetek, 4600 ab lejött róla, az nem is annyira rossz. Ugye, az, abból kapunk megint 8000-et, akkor már meg leszünk majdnem 140 ezeren, tehát 9000-et kell kapnunk már csak, szereznünk, az meg gyakorlatilag egy hamszternyi szalma. És akkor megvannak a földek, plusz lesz megint szalma, plusz lesz az állatoknak kaja. Úgyhogy ez szerintem kaja, kaja, kaja. Ez szerintem tökéletes lesz. Ez a beladása megy. És ja, időpörgetés azért nincsen. Remélem, hogy ez így. Remélem, hogy azért így érthető. Viszont az árpa az iszonyat nagy hozammal bír. Látjátok, már 26%. Még úgy is, hogy ugye jó gyomos volt, ahogy láttuk. Oké, megyünk vissza. Itt van 3 darab tojás, gyereke. Lol. A hülye keeper. Megyünk vissza az új... Ugh, mi volt ez? Mi volt már megint? Ó, izé tábla. Mi van öreg író? Azt nem mondják, hogy benzinkot megőrülök akkor. Fürdő utca. Jézus már, ez a Fürdő utca, hát nagyon csinos. Na ilyen pici földeket, amik itt vannak, azokat soha nem akarom megvenni. Ha csak nem valamilyen extrém céllal. Kis kocok, tök jó. Hát bazeg, most nem azért, de figyeljetek, mindenhol már ilyen földjeink, meg gépeink vannak. Kezdjük belakni azért a mapot. Ezt az első szekciót ezt jól belakjuk. Azt el kell mennünk ugye a következő helyekre, ahol ilyen nagy földek vannak. Figyeljetek, most itt megállok egy kicsit, azt viszünk még kombájnokat oda. Ugye a mellette lévő földet is hadd csapjuk neki. Gyerekek, azért a pörgés az megy, nem? Nagyon bírom ezt a pörgést. Egyébként úgy látom, hogy aranygat az a gombáj. Nem tudom, hogy mennyire jól csinálja, vagy mennyire nem. Hát valószínűleg az a baj, hogy ugye nagyon sokszor kell fordulni, az nem a legbarátibb, de úgy látom, hogy teljesen ki tud menni a végére. Érdekes, hogy pont egy ilyen szűk földön meg tudja csinálni, a másik földön meg szenvedés volt az élet, ugye ezen a nagyon. Jó van, gyerekek. Ja, csinálja, nincs is semmi baj, megyünk a következőre ezzel. Ezt az utolsó kombányt megindítom itt ezen a felén, aztán csá. Úgyhogy ez is meg lesz, ezt a rendezett 100 órást átkapcsoljuk, remélem, hogy sikerült is. Igen, ne felejtsük el, mert különben kigapunk. Igen, hát ezeket össze kell szántani, ki kell vágni a fákat, ilyesmiket, aztán össze kell szántani. Ez 8, ez valószínűleg ez megint le van amortizálódva neki a vágóasztal, hogy 8-al vág csak. De most nagyon messze vagyunk attól, hogy én meg tudjam javítani. Jó, hát ezen lesz annyi szalma, mint a sár, gyerekek. Nem? Belegondoltok. És ez egy ilyen tök nagy kaszállónak ez itt tök ideális lesz. Szemben van vele, körülbelül egyenes, tök frankó. Gyerekek, a végén meg majd megveszük 1 millióért a TS-telefet, ezt fogom, ezt elbontom a francba. Ezt lesz belőle egy szántóföld. Mit szól? Bazen, mit szólnátok hozzá? Mármint, hogy benne lennétek? Csak az a baj ugye, hogy a blog, mit tudom én, tárgyanként 2500-ért tüntethetem el őket, akkor ilyen milliók mennének el, kell itt is, meg minden. Nem milliók, milliárdok, bazen. Gyerekek, benne lennétek, hogyha 1 millióért megvehettem a TS-telepet és eltüntet, mármint így átalakíthatnám szántóval. És akkor gyakorlatilag lenne itt egy szántóföldre. 1 millióért bekerülne, de utána akkor annyi, hogy levehetném róla az objekteket. Na, ez mit szóltok hozzá? Ezt írjátok meg, hogy 1 millióért megvehetem,
És akkor utána, mit tudom, gameplayen kívül le tudom tüntetni az objekteket róla, és akkor konkrétan tudok belőle szántot. Írjátok meg, hogy ne legyen belőle gubanc, jó? Hogyha van véleményed, nyugodtan akárki meg, akik nem szoktak annyira kommentelni, nyugodtan írják meg, mert akkor ne csak a szélsőséges kommentek érkezzenek, mármint azok, azok, amikor vagy nagyon ellenzik, meg vagy nagyon nem, vagy nem tudom, írjátok meg. Mert kb. Mindig ugyanazok az emberek szoknak írni, és már tudom, ki, hogy ki az, aki ellenzi, meg ki az, aki nem. Inkább arra vagyok kíváncsi, akik nem írnak kommenteket, jó? Oké, gyerekek, igen, akkor azok megcsinálják, akkor még hozzuk egy kombányt, jó? Hozzunk még egy kombit. Szerintem az ugye tök jó lenne, belegondoltok, nem? És akkor igazából úgyis az enyém lenne a plac, és akkor elbontom. Vagy pedig akkor úgy, hogy úgy csinálnák, mondjuk 1 millióért megvehetem, és akkor mondjuk plusz 500 ezerbe kerüljön az, hogy elbontom. És akkor nem kell itt számolgatni minden egyes kutyaszart, hogy mennyibe kerül, érted? Az elbontás, hanem akkor 1 millióért megvehetem, 500 ezerért eltüntethetem. Na, szerintem az úgy adná, az úgy tök baráti lenne, nem? Srácok. Ez tök jó, ez tetszik. Tetszik, mert igazából nem nagyon akarnám használni, mert itt már ugye ki vagyunk épülve. Na, erre kíváncsi vagyok. Erre írjatok légy, tényleg. Jó, figyeltek, ez megtörtént, akkor a krazra lenne szükségem, ezt nagy ízésen, édesanyám szokta mondani, nagy mellénnyel kihoztam ezt a krazt, aztán igazából semmi nem történt vele. Igen, mondjuk 1 millióba kerülne, hogy megvegyem, de 500 ezerért tudnám csak eltüntetni róla. Olyan, mint hogyha 500 ezerért ledózároltatnám, értetek? És akkor tudnék rajt bármit csinálni. Ez tök vicces lenne, az úgy fun lenne. A Krazt behozom. Arra nincs szükségünk, viszont úristen, hülye vagyok. Hát bazzi, az árpa, annak sokkal durvább hozama van, mennem kell, már meg tele is van. Ej, gyerekek, nézzétek, hát micsodát a képer. Meg már tele is van. És ugye egyből be is öntözöm a tyúkoknak, csak az a baj, már megint nem tudom, melyiknek van kevés, meg melyiknek sok. Úgyhogy el kellene nevezni őket, de igazából az kellene, hogy minden egyének öntözöm be. Ennyi, figyeljetek, ennyi, meg a legutolsón is ugye az lesz, mert szerintem meg fogom tudni venni, csak már kapkodhatnám magam, hogy inkább vegyem meg, mert nehogy az legyen, hogy itt beszívunk. Akkor az bőven elég lesz a tyúkoknak nyílre. Ó, gyerekek, azért ez most itt elég jó összejött, nem? Mázlingon. Hogy konkrétan a földeket megvettük, és ingyen meglett a tyúkoknak a kajája. Gyerekek, hát nagyon királyok vagyunk. És akkor ezt meg be is fogom vetni fűve aztán csak. Össze kell szántani ahhoz? Ja, az azért össze kéne szántani, hogy esetleg mást akarok rajta, akkor ne később kelljen. Úristen, ez mennyi. Na, ma valami legyen. Jó, 8000 liter. Ebben még a csávókában van még. Árpa. 3000, az még be is férne. Gyorsabban. Egyébként nézzétek ezt a földet, milyen jól megmunkálják. Hát jó, egy kicsi híja van ott a célibere, azért jobban megmunkálják, mint a másikat. A nagyot. Úristen, nem is gondoltátok volna, hogy mi történik még ebben a részben, mi? Én sem gondoltam volna. Egyébként, amikor elkezdtem ezt a szombati részeket, de nem gondoltam, hogy ennyire ilyen érdekes, furcsa dolgokat fogunk csinálni. Hihetetlen. Meg még ott az utolsó föld is. Ó, hát ez itt nagyon király lesz, én remélem. Csak az a baj, az is már majdnem fullon van. Hát jó, az ifát itt hagyom. És azért tök jó, látjátok, hogy a földek, azok konkrétan nyílnak az állattartó telepre. És itt nem kell akkor itt szórakozni. Így mennyi árpa. Gyerekek, azt kellene nézni, egyébként ezen a csapóajtón tök látod el, hogy mennyi van benne. Ha értelmesen csinálod, és látod, hogy ebben elég kevés van. Figyeljetek. Viszont kellene nekem egy nagy traktor. Minden is kellene Keepernek. Egy nagy traktor, egy nagy gyors traktor. Legyen a piros kiró. Hmm.
Nagy piros kiró. Vigyünk szalmát. Eladásra, hogy vegyük már meg azt a földet, nehogy véletlenül tényleg learassák. Hát ja, gyors traktoruk nincsen nagyon. Majd egy ilyen GCB-t kellene vennem, ugye a nagyot. Jó, egy ilyen nem is tudom, 70-nel tud repeszteni, vagy mennyivel. Az a gyorsan tudsz ilyen gyors reagálású erőt tudsz mozgósítani. Egyébként mindig, amikor Farming Simulator 19-et játszottam, az ilyen akár videóba is, meg nem videóba, akkor mindig a GCB-kre mentem rá, mert a GCB-k az baromi jó, mert rohadt gyorsan tudsz velük tényleg működni. És az nem mindegy, hogy mennyi ideig térsz ki a földre egy bizonyos eszközöt, de például... Oké. Okay. Hozzuk a hamstert. És valószínűleg akkor hagyom is a keverőbe a szalmát, mert ugye bőven össze tudjuk szedni a földön is. Már van annyi ott szerintem. Szóval ahhoz nem kell nyúlni. Az ifát meg már szerintem kellene mozgósítanom. Ebben van bőven. Egyébként, ja, írhatná, hogy mennyi van bennük. De szerintem a legelsőkben van a legkevesebb, meg a legutolsóbb, mert abban nem is töltöttem sokat. Úgyhogy itt sorba megyünk. Azt, amelyikben sokat látunk, abban nem mentünk. De el fogom őket nevezni 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ösnek, aztán akkor nem lesz gond. Megjöttem, csávó, káé, oda nézetek, és végeznek is. Ezzel a földdel, mindjárt odébb rakom. Ez a csávó, ez már majdnem fullon van. És amint megvettem a földet, meg neki mehetnek mind a izeik, mind a sáskák a következőnek is, érted? A másik oldalra kéne állni, mi? Ja, 1 millióba megvettem a tésztelepet, és 1,5 millióba letarolhatom. És akkor már tényleg belegondoltak akkor... és én örülök neki, és ez tényleg nem nagy képviség, hanem hogy nem ugyanazon a vonalon játszok, mint ahogy mindig is játszottuk, meg mindig is más is játszott, hanem valami újat találtunk ki, valami merőbe más stílusba toljuk. Ezek meg itt megőrülnek, oda néz tolat, jaj, hát hallod, azt meg előre akar menni, jaj, hát... Gyerekek, hát összevesztek itten már, komolyan mondom, várja. Állj meg! Nincsen már több! Nyugodjál meg! Hozom mind a kettőt, azt akkor át is rakom odébb. Csak ez a klassz meg a mi a szart csinál? Barátom! Állj meg! Mehetsz a következőre! Ürítse ki, mehet a következőre, csirkéknek evisszük. Csirkék így fellélegeznek, semmiket nem halnak éhen. Hát itt lesz még bőven, nézd meg még mennyi van. Oké. Okay. Oké, okay, csőbe. Megácska mehet. Ha ezért a harmadikat első indítom, mert szerintem fölösleges. Oké, okay, gyerekek, a... Igen. Ifa menjen le. És jöjjön a hamster, és megyük már meg ezt a földet, mert még soha nem jutunk el addig, és már kezd idegesíteni, hogy tényleg basszus, ki fogunk futni az idővel, mert megy az idő, és befogé, ugye nyél beérésem van, és szívni fogunk ezzel. Nagyon nem lesz jó így. Gyerünk föl! Mit ézek? Nem tudom, hogy van. Lol. Ugye képer. Oké, okay. Ezeknek öntünk. Ebben van bőven. Ebben kevés van. De valamennyire látni, hanem is annyira jó. Oké, okay. Hamster már induljon meg, mert tényleg itt nem lesz semmi így. Van benne 46 ezer, még kapunk hozzá föl egy 45 ezeret. És már is csoda dolgok történnek. A képer ég, házatája. Egyébként lehet, hogy azt kell csinálnom, hogy keresztbe húzingálom, mert úgyis ugyanúgy szeri fel.
De úgy lehet, hogy a Földön jobban tudnék forgolódni, ugye? És gondolom, itt meg maradt egy kis árpa. Maradt egy kis árpa. Hogy körbe rántsuk, ezt meg fogjuk látni, hogy ez hogy lesz. Jó, ezt meg kell csinálni, és meg kell venni a következő földet. Úristen, gyerekek! Egyébként imádom a hétvégéket, mert a hétvégén ugye... A hétvégén több rész kerül ki a két nap, mint az egész héten. Hétfőtől péntekig nem kerül ki annyi rész, mint a hétvégén. És emiatt ugye tök hirtelen ilyen nagy ugrást tudunk csinálni. Én meg az a baj, azért próbálom azt csinálni, hogy ne legyen ilyen nagyon sok rész hétköznap, és emiatt hétköznap tök nem haladós az egész, és nekem én is úgy érzem egyébként, hogy aj, már mikor haladunk, már mikor lesz meg, meg mikor csináljuk. Aztán emiatt így eléggé olyan lassú. De viszont a hétvége az ilyen tök jó. Az ilyen belehúzós. Hétvégén azért történnek az események keményen. Egyébként nem mondom nektek, hogy az a szalma, ez nem a legjobb. Szerintem még ennek is módosítja a hozamát az, hogyha nincs megtrágyázva, meg ugye gyomos. Mert ennek aztán, ennek a főreknek aztán volt minden baja. Ezeknek a... Most már ugye tudom oda-vissza. Csak azért húztam le a végét, hogy tudjak valahol fordulni. Ezeket a fákat kicsettintem természetesen. Minél nagyobb legyen a föld. Ami az enyém, azt ugye, hogyha fa van, akkor természetesen persze, hogy ki tudom ütni, ha akarom. Egyébként lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy nem csak kidarálgatom a fákat, hanem hogy el is adom. Akkor abból is lenne egy kis pénzem. Úgyhogy lehet, hogy csinálunk olyat, hogy kipucoljuk ezt a négy területet a következő részbe, mert én úgy abban bízok, hogy ezt úgy learatjuk, meg megvesszük. És akkor utána összeszántjuk, és akkor elrendezzük, jó? Ezt a négy területet így rendezzük el. Addig meg esetleg ugye vethetnék a másik földön. Ez jó lenne, ezt így élném. Legyen, el lenne vedve az a másik föld, ezt a területet meg el tudnánk rendezni. Kényünk, kedvünk szerint. Ó, de jó. Nagyon jó. ezer. Nem tudom mennyi a szalma, biztos vagyok benne, hogy valami ottfarára lesz, higgyétek el. Ugye pont fönn volt neki. Nem tudom melyik nap. Ja, ma délelőtt. Ma reggeli adásban ugye fönn volt. Adásban? Ma reggeli videóban fönn volt a szalmára, hát most meg biztos, hogy szarul van. Egyébként tök sík ez a terep. Ide is lehetett volna izét, még talán jobban lehetett volna bázis csinálni, csak ez egy kicsit kicsi. Kicsit nekem ez ilyen kicsi. De higgyétek el, az is szép bázis lesz, mert mindig bújjátok, hogy jaj, de csúnya lett, ne aggódjatok, szép lesz. Egyébként figyeljetek, mindjárt végez ez a két kombány itt ezzel. Hallotta meg azért ott pörögnek az események, ugye? Nézzük meg, mennyibe kerül azért ez a... Szóval figyeljetek meg, biztos szar lesz. Hát 120. 120, akkor kávé pont meg lesz, ugye? Hát ja, nyögvenyelősen pont meg lesz az ára. Pörgetni azért nem pörgetünk még mindig, ugye kihangsúlyozom, mert akkor ugye ez a földről leugrik itt a izé. A termény, ezt meg nem akarja a keeper. Egyébként a mellette, nézd meg a túloldali földet, ugye ez 70 ezerbe fájna. Itt, ami folytatódik, az már alapba fűves, és tök nagy. És akkor azt is meg tudnám menni, hogyha úgy van. Azt mondjuk még nem lenne rossz. Meg ugye egy tök egybefüggő ezzel, nézd meg így. Meg itt van egy ilyen fás terület, azt meg le lehetne termelni. Úgyhogy lehet, hogy itt még egy kicsit növelünk ezen, az a nagy alok. Itt az elég derék területet ki tudnánk itt hozni, nem? Ez nem lenne rossz szerintem. Na, eladjuk. És már vesszük is meg. És közben is búcsúzom, srácok. Megvesszük ezt a területet, és akkor innen folytatódik a következő adás. Szerintem tök jó haladunk, most úgy nagyon jó beindult. Ugye a hétvégén egyébként mindig tök beindulnak a dolgok, és nem is csak azért, mert ilyenkor több rész van, hanem szerintem azért, mert ilyen valahogy így pont arra időzítődnek így a nagy bevételek, meg a nagy grandiózus munkák.
Na, srácok. Oké, meg is tudjuk venni. És akkor ezzel köszönöm szépen a figyelmet. Következő részben várlak benneteket. Sziasztok! Még maradt is 1500-unk.